Szeretettel üdvözöljük a kedves nézőket karácsonyi műsorunkban, amikor a kedves ismerősünkkel fogunk itt sütni. Dr. Kis Mihályné. Dr. Kis Mihályné. Ismertebb nevén, ahogy a maga mondja. Cica nénivel, ugye, ahogy a nagyon sokan úgy ismerik. Hát, a mai napon egy ilyen gesztenyés süteményt fogunk készíteni, ami nagyon gyorsan, nagyon egyszerűen elkészíthető, és karácsonyra ugye megbeszéltük azt, igen, hogy előre el lehet készíteni, igen, be lehet tenni a fagyasztószekrénybe, egy másfél-két órával előbb kiveszünk, utána gyönyörűen szeletelhető. De szerintem lássunk is neki. Igen. Jó? Jó. No, jó. Mi szükségünk van a süteményhez? Egy őzgerinc formára, ugye? Ezt jól látom. Igen, igen. Szükségünk van némi folpakra. Igen. Kiolajoztuk a formánkat, bele fogjuk simítani a folpakot. Igen. Három csomag gesztenye. Igen. Szükséges hozzá, 25 dekás. Uh-huh. És egy kis porcukor, körülbelül 10 deka. 12 deka vaj. Igen, mutatom közben. Igen. És egy deci tejszín, felvert tejszínt kell beletenni még. És akkor egy picike rumot. Hát aki, ha kisgyerek is eszi, akkor csak rum aromát. Ah, nehogy az alkoholtól. Igen, de hát nem olyan sok kell erre, csak egy evőkanál rum kell bele. Jó. Igen. Akkor jó. Szerintem készüljünk neki, jó? Jó. Én akkor beleteszem. És majd egy ilyen csokoládéval a tetejét. Aha, akkor az már a dekoráció része az lesz, már ugye? Csak dekoráció. Jó. Akkor csináljuk azt, hogy jó, a formát kitetszik. Jó. Folpakolni. Jó, ezt én akkor megfogom ezt. Megfogja, legyen szíves. Igen, folpakkal kibéleljük, mert majd ezzel fogjuk kiemelni, és így nem ragad bele. Aha, tehát így sokkal könnyebb dolgunk lesz, ugye? Igen, igen, igen. Ez az olló, ez. Hát egy picit életlen, de szerintem nem simán el tudjuk kérni. Addig jó, viszont én elmondom, amit a Cisza néni nekem elmondott, ugye hívhatom így. Igen, persze. Nagyon aranyos, köszönöm szépen. Hogy beletesszük a gesztenyemasszát, amit áttörtünk előzőleg, egy ilyen keverőtába. Hogy is tetszett mondani? Robotgéppel otthon, ugye? Igen, ilyen kézi, elektromos. Robotgéppel le lehet szépen keverni. Most mehet bele a vaj, ugye? Igen, a vaj. A vajat is beletesszük. Fontos a vajjal kapcsolatban elmondani azt, hogy szobahőmérsékletű legyen a igen, vaj, hiszen ha kemény, akkor nagyon darabos lesz benne. Igen. Jó. Igen, és bele kell most tenni a porcukrot. Porcukrot. Ugye mi teszünk bele egy pici porcukrot, hiszen nekünk olyan gesztenyemasszánk van, ami nem túl édes, de ha a boltban vásárolják, akkor ugye úgy beszéltük meg, igen, hogy akkor ahhoz nem szükséges, kell hozzá, hiszen igen, az túl édes lesz. Igen. A rumot ja, azt kérem szépen bele, igen, mert én véletlenül túl rumozom, igen, jó? Jó, egy evőkanállal szoktam beletenni. Nem baj, ha vajas a kanál? Nem, nem, úgyis ezzel használjuk, ezt használjuk. Aha. Igen, egy jobban ilyen evőkanál. Majd. Igen, ez nagyon finom lesz így. Aha. Igen. Akkor mehet jó a gépbe, igaz? Igen. Akkor én elviszem a tejszínhab, nem kell bele? De igen, aha, hát a tej, egy deci tejszínhab fölverve. Akkor beletesszük igen azt az egy deci tejszínhabot. Túl sok nem kell, mert akkor puha ez lesz jó a massza. Vagy még egy kicsit? Még egy picit, igen. Jó. Így igen. Tökéletes? Nagyon jó, akkor igen. Akkor én elviszem a gépbe, jó? Jó. És akkor beleteszem jó már is. Jó, igen. Ezt a süteményt, ezt mióta tetszik csinálni? Régóta? Hát körülbelül 10-15 éve. Hát akkor ez nem egy új recept már? Nem, nem, ezt nagyon szereti mindenki, aha, nagyon jó. Sőt, ha kedvezni akarunk a család férfi tagjainak is, akkor ilyet gyakran csinálunk, uh-huh, nem csak karácsonykor, mert ez nem túl édes. Aha. És ezt általában szereti. De hát a gyerekek is nagyon finom. Én már ilyen legendákat hallottam erről a süteményről, illetve már volt olyan szerencsém, hogy meg is tudtam kóstolni. Igen, én több tanítványommal már ezt megsütöttem. Aha. És aki kóstolta, már nagyon soknak odaadtam a receptet. Értem. Igen, ez nagyon jó elkészíteni, és gyors. És az a jó karácsonykor, minden háziasszonynak nagyon sok dolga van, és egy héttel előtte el lehet készíteni. Én is emlékszem, amikor anyukám elkezd sütni, bocsánat, hogy itt zörgök, hogy anyukám elkezd sütni, akkor kaparjuk le, 8-10 félét csinál, azt így lehúzom kézzel, igen, nem baj, ugye? Persze. Megmostom a kezem, esküszöm. Igen. 8-10 féle süteményt elkezd készíteni, akkor a végén már nem látja, hogy úristen, mennyi mindent kell még csinálni, igen, és akkor az emberek úgy vannak, hogy bezuhannak szinte a karácsony falá, ugye? Igen, de hát jó, így nagyon jó, előtte el lehet készíteni, és a mélyhűtőbe tenni akkor, de ha el akarjuk fogyasztani másnap vagy harmadik nap, akkor aha, nem kell a mélyhűtőbe, csak a normál hűtőbe tenni. Ezt én összekevertem. Igen, addig köszönöm. Én készítek vizet, mert úgy tudom, hogy kell hozzá igen valami kis víz igen is, hogy be tudjuk mártani a kanalat, és egy ugye nagyobb kanalat legyen szíves. Már is intézkedem.
egy nagyobb kanál ügyében. Az a nagyobb. Itt van ez a víz. Igen. Igen. Hát, hogy gyorsabban menjen csak azért. Aha. Tessék parancsolni, ez egy picit nagyobb nem, már. Nem ez volt. Ennél nagyobbat? Hát persze. Keresünk egy nagyobbat. Ez az, tessék. Ez az. Ez viszont lehet ide betenni, hogy ketten gyorsan megcsináljuk. Én adagolom. Ezt jó. Jó, és jó, így jó, bele kell nyomni. Mehet szírozni. Ide? Igen, igen. Igen, lehet, igen. Csak nem akarok nagyon beleavatkozni, mert ez nem az én receptem, hanem Cicanini és jó, ugye hát, sokkal jobban ért hozzá, tudom, mint ezt a kis picikét ide teszem, aha, mert ezzel nem kell dolgoznunk. Na ezt így szépen beletesszük. Miért fontos ez, hogy ennyire erősen bele kell nyomni? Azért, mert akkor ez az özgerinc forma minta itt, akkor nem fog meglátszani. Értem, tehát hogyha nem nyomjuk bele, igen, akkor ez a bordázat, és ez nem lesz meg. Így lesz szép szelet, precízen bele kell így ezt tenni. Így. És a közepén egy ilyen kis árokszerű helyet fogunk neki csinálni, és abban jön a hab. Ja, hogy ez még tejszín, abban lesz tőle. Persze. Ú, de jó. Én nagyon jó. Beleszedtem nagy részét akkor, már. Igen. Ezt jó ki kell minden. Én hozok egy ilyen habkártyát, mert én ezzel nagyon szépen ki tudom jó, szedni, jó? Jó, jó. Persze. Ne menjen egy csepp se kárba. Én is olyannal szoktam. Ha jönnek a vendégek karácsonyra, akkor igen, nem lesz elég véletlenül. Igen. Igen. Igye. Kőkeményre kell a habot verni, az nagyon lényeges. És hát jó tejszín kell hozzá. Ez hideg legyen a tejszín, és 3-4 csepp citromlé kell bele, akkor hamar föl lehet verni. Igen, mert hogy a kedves nézők nem tudják-e, hogy akkor a tejfehérje kicsapódik egy kissé, és megköti a tejszínhabunkat, tehát sokkal keményebb lesz. Igen, igen. Általában a dzsemmeknél is azért jó a citrom. Aha. Igen. Értem, tehát ott a pektin tartalmat is kiemeli. Igen, igen. Jó. És én úgy tudom, hogy még szükségünk van egy kis piskótára is, ugye? Igen, a tetejét piskótával fogjuk leborítani, aha, és azt is egy pici kis rummal meg szoktam locsolni. Beissza, az nagyon finom. Nem érezni rumos, csak azt, hogy nagyon jó. Értem. Az nagyon jó. Jó. Így, és ez készen van. Most ezt lekaparom. Így, mi? És akkor most adhatom a tejszínhabot majd? Vagy igen. Tessék igen szólni, hogy mikor mehet. Már is jöhet. Tényleg? Ez így, persze, csak jó, ez így a jó, hogy mélyebb legyen ez, mert akkor a több tejszín fér bele. Aha, értem. Ez egy normál özgerinc forma. Meg is mértem, 33 centi hosszú és 10 centi széles. Ez jó. Micsoda precizitás. Mi hát mondjuk, igen, hogy őzgerinc forma, igen, csak hát vannak. Mert van kisebb is, nagyobb is, így méret van. És van kicsi is, és abban akkor elég kettő gesztenye massza. Jó. Aha. Na hát ez így nagyon jó lesz, és akkor beletesszük a tejszínt, és ennyi. Nem tudom. Megjött a Mikulás. Jó. Nagyon jó hab, és ezt is jó bele nyomjuk. Jó. Ki mit szokott meg? Így van, igen. Jó. Köszönöm szépen, tessék. Köszönöm és szépen. Akkor most ezt a piskótát, ezt előző nap is meg lehet sütni. Aha. Ha negyed óránk van, kész van vele. Negyed óra egy piskóta? Hát körülbelül. Ez profi. Igen. Én ismerek olyan háziasszonyt, aki neki készül és egész nap azt süti. Ja, hát gyakorolni kell. Ugye? Igen. Mint mindent. Na most ezt egy picikét meglocsolom így rummal, ez nagyon ha finom lesz, mind a két oldalát. Értem. És akkor szaftosabb, finomabb lesz a tészta. Igen, és ez nagyon jó. Na jó, akkor ez is kész, ezt így rátesszük. Jaj, eltört egy picit, nem van? Van egy olyan érzés, jó, hogy már jó, az ember járt inni, ha, ugye? Igen, és akkor igen tudja, hogy hol kell kijavítani ez a dolgot. Ez az, na így igen, rátenni. És hogy látok itt alufóliát, ez mi célt szolgál? Vagy azzal fogjuk miért becsomagolni, csak ezt a szélit ide húzzuk, aha, mert majd így lesz könnyű segítek, kivenni. Köszönöm szépen. Tehát ugye, hogy nehogy bennmaradjon igen, a forpa. Igen, ezt olyan élvezet csinálni. Igen. Szeretem. Hát meg alapvetően a karácsonyra neki készülni. Igen, ez igazi ünnepi sütemény. Nagy sikere van. A rumra, mert annyira jó illata van. De igen. És ezt úgy lehet, ha egy szép tortástálra tesszük, aha, hogy mellette még habot teszünk, és akkor hát málnát vagy gyümölcs. Jó. Csak most ki kell fagyasztanunk a süteményt. Jó. Hogyan most kell akkor ezt a valófóriába betekerni, és szakszerűen.
így, aha. így, hogy ez így fik, így legyen. Anyukám látna, azt mondaná, hogy kisfiam, pocsékolod az alufóliát, de hát ez nem, muszáj, nem, muszáj. Mert nem lesz szoros. Így van, aha. Igen. Jó. Így, igen, és nem veszi át a szagokat a hűtőbe, hmm. Muszáj bezárni, jó? Így, igen. És akkor így be kell tenni a hűtőbe. Így. Tetszik. Mennyi időt kell ezt hűteni? Hát mennyi a minimum? Egy óra, másfél? Hát attól függ, hogy mikor. Hát két óra hossza is kell neki. Ja, értem. Jó, akkor betesszük a mély hűtőbe, jó? Jó, szerintem, jó, jó. Igen, jó, jó. Jó, rendben. Igen, akkor jó lesz. És köszönöm a megtisztelő meghívást. Köszönjük nagyon szépen. Nagyon aranyos vagy, fogad szeretettel. Köszönjük szépen. De mire beszélünk egy percet, addigra teljesen ilyen puha lesz, mert egy darab csomó. Már jó, hát. Azért mondom, már de ezt meg kell nyitni, hogy hűljön annyira, hogy ne csorogjon le róla. Jó. Ez egy csoda, nagyon jó találmány. És ezt lehet vágni, nem törik, és egy perc alatt megkeményszik rajta, vagy fél perc. Még annyi se kell. Igen, így szoktam csinálni. Vicceltem. Így szoktam, így. Látja, ha. Ez még egy kicsit forró, mire mi kiöntjük. Mire még beszélünk egy fél órát, hogy az András itt örüljön, akkor addig a pont jó lesz, igen. Jó? Na, akkor kisülhetjük. Igen. Szerintem megnézem a fagyasztóba, én úgy gondolom, hogy már most jó. Megfagyott eléggé. Igen. Ugye levettük róla az alufóliát. Jó. Most akkor jó, erre már. A tálcár. Igen. Jó. Akkor csináljuk úgy, hogy szerintem... Akkor ide tesszük, ezt tegyen el. Jó. Nehogy rámenjen. Igen. Csináljuk már azt, hogy kiemeljük. Igen, én ezt úgy szoktam sokkal, ez, hogy egy tálca is megfordítom. Hát de most is tudjuk ezt így csinálni. Jó, hát akkor jó. Így ferdén. Csak ilyen ferdén, jó? És akkor megfordítjuk. Megfordítjuk, ugye? Így? Így, igen. Ez egészet? Igen. És akkor ezt lehúzzuk a tetejéről. Jó. Persze. Hú, de jó. Hát ez ilyen gyönyörű. Látja, aha, milyen nagyon szép. Nagyon klassz. Igen. Ez tök jó. Jó, ezt és köszönöm. Ferdíszítsük? Hát mindjárt jó. Először egy kis csokoládét. Hát ezt lehet úgy is, hogy leöntöm az egészet, aha. De úgy is, hogy különböző kis... Szerintem csináljuk ilyen különböző kis... Ilyen kis formát csinálunk. Mondhatjuk azt, hogy rusztikusan, ugye? Hát igen, jó. Igen, igen. Nem kell igen. Ezni meg cukrászosnak igen. Lennie. Igen, persze. Én is ahány, annyi félit szoktam csinálni. Akkor... Keresztbe, hosszába, csíkokat. Tessék hát most ilyen enteni, karikákat csinálok. Jó. Igen, jó. De tűzforró nem lehet, mert lecsúrog az de egész. De elég hideg ám ez, akkor is. Igen. Egy kis... Majd elmondom, hogy szoktam. És oda? Hogy ha lecsúrok, ne a tálcára csúrogjon. Na, hát én erre nem is gondoltam. Persze, tegyen legyen szíves félig alá. Meg másik nem, nem is. Kell, ne. Ne spóroljunk, igen. Anyukám ne. Már a tévé előtt sikít, hogy már megint az alufólia. Igen. Milyen drága. Na most ezt így kell, is. Igen, mert egy kicsit le fog csurogni, de csak levesszük. Hát kedves nézőink, mindig tanul az ember. Na hát én örülök. Most tanultam valamit. Nagyon örülök. Megint. Ezt magam tapasztaltam. Ez teljesen jó. Igen, na most viszont nagyon finom lesz. Na. Igen, nem szabad túl. Na jó, most jön ilyen kis karikák, ilyen kis, ilyen. Ilyen. Ugye jó. Szép? Aha, nagyon jól néz ki. És ez gyönyörű. Azonnal, igen, azonnal megköt, és most akkor lehet habot tenni. Azt akkor kivehesszük, az alufóliát kivesszük ki? Előtte? Most kivesszük, jó. Igen. Kivesszük, így. Ez nehogy rajta maradjon. Igen, parancsoljon. Igen. Hát ez nem fontos, alufólia, jó, egy egyszerű egy papír is tehetünk persze. Akkor én most nyomok igen. Ilyen habpöttyöket, jó lesz úgy. Igen, és lehet ide esetleg málnát, vagy... gyümölcsöd, de ez így gyönyörű lesz. És rumos meggyel esetlegesen, igen, ugye? Na hát az nagyon finom. Így jó lesz? Igen, igen. Ja, eljöttem már így. Ide tetejére tegyünk egy ne sokat, csak úgy, hogy érvényesüljön ez a... Minta? Így van, igen. Gyönyörű, és nagyon finom. Na, és akkor ezzel el is készült a igen, ez így karácsonyi. Na most az lenne jó, hogy fölvágná, mert hogy lássák meg a nézők, vágni. Hogy milyen szép. De még van egy fontos dolog, amit nem mondtunk el, ugye, hogy egy olyan világban élünk, ahol az érték a pénz. Nem hiszem, hogy mindig azt veszük alapul, vagy ajándékul, ami csak pénz. Igen, hát ilyen süteményt szoktam ajándékozni, és nagyon örülnek neki. Mert ezt a mi szeretetünk, ez... kedvességünk többet ér, mint hogy boltba elmegyünk valamit megvásárolunk. Ha apró süteményt csinálunk szép kis dobozba, és szalaggal megkötjük, különben a nyugati országokban ez nagyon nagy divat. Mm-hmm. Ausztriába, Németbe, amit ők sütögetnek.
akkor nagyon boldog karácsonyt kívánunk a kedves nézőinknek, készítsék el önök is bátran ezt a süteményt, Cica néni receptje alapján, úgyhogy most mondhatom így. Igen. Tetszik nagyon valamit üzenni még a nézőknek? Igen, jó étvágyat kívánok hozzá. Gondolom, hogy meg fogják sütni máskor is. Sok sikert kívánok Sok hozzá. Sikert. Igen. Igen. Mi is nagyon-nagyon sok szeretettel kívánunk. Ó, hát nagyon köszönöm. Hát, tessék parancsolni egy kis szóval. A Mikulás bácsi is ilyet hozott nekem. Na hát, nagyon köszönöm. Ez csodálatos. Ez egy zongora. Na hát. Hát ez csodálatos. Kellemes. Na hát, ez a nagy meglepetés. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen. Hát ez egy csodálatos marcipános. Jaj, de csodás.